A világ leghosszabb vasútvonalán szelte keresztül Oroszországot Kövér László, az MCC középiskolás program vezető oktatója. Az út során rengeteg élménnyel gazdagodott, és úgy gondolta, ezeket az élményeket meg kell osztani a másokkal is annak érdekében, hogy az oroszokkal szembeni sztereotípiákat eloszlassa. Ez az orosz út is példa arra, hogy ugye ott töltöttünk 25 napot, és tényleg a 12,5 milliós Moszkváton át egészen az 50 fős volt aranyásó kis faluig, hát sok helyen megfordultunk Oroszországba. Van most már egy alapvető képünk róla, és csak erősíti azt, amit korábban is vallottam, hogy nagyon sok ember bizonyos országgal, bizonyos néppel, bizonyos kultúrával, sztereotípiákban él. A székesfehérvári MCC minden alkalommal olyan témákat próbál elhozni, amik a hétköznapi életben hasznos információkat tartalmaznak a közönség számára. Szeretjük az utazási témákat, a politikai témákat, a pszichológiát, tehát olyanokat, amik érdeklik az embereket, akár még azt is mondhatom, hogy korosztálytól függetlenül is, hiszen itt is a középiskolástól a nyugdíjasig mindenki nagyon jól szórakozott. A legközelebbi előadást Szajfó Omár, az MCC Migrációkutató Intézetének vezetőkutatója tartja az izraeli-palesztin konfliktusról, Lesz-e valaha béke címmel.